Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a második rész első 5 versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Azaz indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt, olvashatjuk egy korábbi fordítás szerint. Megfogalmazódhat a kérdés, milyen Jézus, és ebből kifolyólag milyennek kellene, lehetne lenni nekünk is. Nagyon fontos Jézusról tudni, hogy ő vigasztalt. Sok történet eszünkbe juthat a Szentírásból, én most csak a halott Lázár családjának meglátogatását szeretném említeni, amikor együttérző szeretettel velük együtt sírva vigasztalta őket az Úr. Igaz, hogy ő ott ennél sokkal többet is tett, hiszen feltámasztotta a halott Lázárt. Előtte pedig kijelentette a gyászoló családnak és minden gyászolónak a halál feletti diadal evangéliumát, amikor azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. A halál felett győzedelmeskedő isteni hatalom mellett a vigasztalás isteni hatalma is ugyanolyan hangsúlyos, sőt a kettő összefügg egymással. És ha Jézus Krisztust vigasztalt, akkor követője is vigasztal. Vigasztaljuk azokat, akik láthatóan szomorúak, elkeseredettek, fájdalomtól meggyötörtek. Vigasztaljuk azokat, akik elismerik, hogy vigasztalásra szorulnak, és kérik is a vigasztalást. A vigasztalás szolgálata azonban több ennél, hiszen sokan nem is tudják, hogy vigasztalásra szorulnak. Őket is vigasztalnunk kell, lehet, tolakodás és tapintatlanság nélkül. Tehetjük ezt úgy, hogy ők észesen veszik a jelenlétünket, mégis megtapasztalják a vigasztaló Szentlélek Isten jelenlétét. Emberlétünk alaptermészete, hogy vigasztalásra szorulunk. Pál apostol hangsúlyozza, hogy a Filippiek tegyék teljessé az örömét, hiszen ő is a töredékességet élte meg, mivel mindannyian vigasztalásra szorulók vagyunk. Aztán a másik fontos üzenet Jézus Krisztusról, hogy ő irgalmas és könyörületes. Gondoljunk csak arra vak Bartimeusra, akiről ezen a héten többször is hallhattunk már. A vak ember könyörületért kiáltott az arra járó Jézus felé, közben többen el akarták hallgattatni, de ő tovább kiáltott irgalomért, kitartóan igazi gyógyulásért, Jézus pedig megállt és könyörült rajta. Ha Jézus Krisztus irgalmas és könyörületes, akkor a követőjére is ez a jellemző, Jézus követője is irgalmas és könyörületes. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem okoz szándékosan fájdalmat. Enyhíti a szenvedők fájdalmait. Felismeri, hogy mikor kell bölcsen és irgalmasan cselekedni, és mikor kell bölcsen és irgalmasan egyszerűen csak békén hagyni a másikat. Pál a szeretetből fakadó intést is megemlíti, mert ez is irgalom és könyörület kérdése. Nem hunyunk szemet afelett, ami Isten akaratának nem kedves. Az irgalom azt is jelenti, hogy féltő szeretettel intünk és figyelmeztetünk, amikor Isten akaratával ellentétes dolgokat tapasztalunk. Ez az intés soha nem lehet agresszív. Ez az intés nem a mi lelkünk, indulatunk vagy éppen akaratunk terméke, hanem az Isten lelkének munkájából fakad, azaz Krisztusi
szeretetből, irgalomból és könyörületből. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen.